Szántai Anitát, a Magyar Szklerózis Multiplex Betegekért Alapítvány elnökét köszöntöm a stúdióban, üdvözlöm. Üdvözlöm Önöket én is. Mindegy 10 000 embert érint, konkrétan itt hazánkban, Magyarországon a szklerózis multiplex, a központi idegrendszer gyulladásos autoimmun betegsége. Hány éves kor között jelentkezik ez? Általában fiatal felnőtteknél fordul elő, 20 és 40 év között, és általában nőket érinti gyakrabban. Ez azt jelenti, hogy 70% nőt, 30% a férfit. Gyógyítható ez a betegség? Vagy? Sajnos nem, de nagyon jól karban tartható, nagyon-nagyon jó gyógyszeres kezelések állnak ma már rendelkezésre. Sokkal jobb egy ma diagnosztizált betegnek az életútja és a prognózisa, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt volt. Ugye az összeállításban is hallhattunk néhány ráutaló mondatot, hogy milyen tünetekkel találkozik az, aki végül megbetegszik. Hát leggyakrabban fáradékonyság, bénulás, látászavarok, érzéskiesések, egyensúlyvesztés, illetve pszichés terhelés az, amit tapasztalhat a beteg a kezdeti stádiumban. Ez nem egy örökletes betegség. Nem. Legalábbis úgy, ahogy az örökletes betegséget jelenti. Tehát, hogyha ha most a babákról beszélünk, akkor ennek nincs meg a veszélye. Ugye régen nem javasolták azt, hogy mondjuk szklerózis, multiplexes betegek egyáltalán a családtervezésre gondoljanak, vagy mondjuk ilyen betegségben szenvedő hölgyek gyermeket vállaljanak, vagy édesanyává váljanak. Ennek mi volt az oka, és ez manapság változott-e? Nagyon sokat változott, pont azért, mert nagyon sok új kezelési lehetőség áll fönt most már, illetve nagyon sokat segít az, hogy családot tervezünk. Tehát el lehet gondolkozni azon, hogyha valaki sajnos SM betegséggel kell, hogy szembenézzen, hogy bizony teljes életet is tud élni, anyává válhat, családot is alapíthat. Egy nagyon aranyos hölgy példáját kell, hogy elmeséljem, 24 éves szembesült azzal, hogy SM beteg, és hozzánk fordult segítségért, ami már egy nagy dolog, hogy keresem a megoldást, hogy hogyan tudom az állapotomat kordában tartani. És akkor házasodott, nagyon sok terve volt az életre nézve. És amikor beszélgettünk, akkor én elmondtam, hogy ezeket a terveket nem újra kell írni, ezeket a terveket, ezek megvalósulhatnak. Csak számolni kell azzal, hogy a háttérben van egy ilyen gond is, hogy SM beteg vagyok. De ezt egy jó tervezéssel, egy megfelelő gondozással meg lehet valósítani. Ugye a betegség gyógyszeres kezeléssel tartható, gondolom én, egy normális fázisban. Azok a nők, akik szeretnének gyermeket vállalni, nekik is szedniük kell a betegségükre a gyógyszert. Ezek a gyógyszerek milyen hatással vannak mondjuk a magzatra? Vannak olyan gyógyszerek is, és ezért mondtam a tervezést, amiket nem lehet alkalmazni terhesség alatt, vagy teherbeesés előtt. Itt ezért kell egyeztetni a gondozóorvossal, hogy meg tudják azt határozni, hogy melyik a követendő út, vagy át kell térni egy másik gyógyszeres kezelésre. Most már vannak olyan kezelések is, amik nem ártanak a magzatra, vagy pedig ki kell hagyni a családtervezés idejére a kezeléseket, majd meghatározni, hogy utána hogyan tovább. Tehát tervezés az, amit és az egyeztetés a gondozó orvossal, és hogyha odaül a család, megbeszélik, akkor ezeket mind meg lehet valósítani. Azoknak a fiatal pároknak a számára, akik szeretnének családot, és a családtervezést elkezdenék, számukra mi az első lépés? Honnan induljanak? Az első lépés, hogy a gondozó orvossal vegyék fel a kapcsolatot, és beszéljék meg, hogy mikor szeretnék, hogy gondolták el, és akkor a gondozó orvos úgy tudja a gyógyszeres kezelést módosítani, átírni, illetve ő is ugyanúgy tudja tervezni tovább a sorsát. És hogy utána, amikor megszületik a baba, szoptathat-e, ha szoptathat, akkor meddig, és hogy mikor lehet a kezeléseket folytatni. Mekkora a szerepe mondjuk, hogyha mondjuk az édesanyja az, aki ebben a betegségben szenved, a terhesség alatt mondjuk a férjnek vagy az édesapának a szerepe, vagy az ő hozzáállása ehhez és a család támogatása? Nagyon fontos, hogy tudatában legyenek, hogy ugye egy SM betegségnek vannak azért
vannak azért problémái, fáradékonyság, egyebek, tekintettel kell lenni, és szerintem nagyon fontos, hogy a férj az stabilan ott álljon, sőt, nem egy gondozorvost ismerek, aki azt kéri, hogy a férj is legyen jelen ezen a családtervezésen, és ő is tudja, hogy miben tudja támogatni a feleségét, illetve a háttérország, a szélesebb körű család hogyan tudja támogatni akkor, amikor mondjuk előjön az, hogy ő fáradékonyabb, és a baba mellett kell egy pici segítség. Vagy hogyha aktivizálódik a betegség, akkor ki az, aki ott helyt áll, amikor mondjuk az anyának esetleg egy kezelésre el kell vonulni a kórházba. Tehát ezekkel mind-mind számolni érdemes. Amikor azt mondjuk, hogy aktivizálódik a betegség, akkor itt konkrétan a gyakorlatban mi látszik, vagy mi zajlik? A betegség rosszabbodása térhet elő. Ez ugye betegségként eltérő az SMA-t, ezer arcukorként ismerjük. Ez azt jelenti, hogy számtalan formájában, és attól függ, hogy éppen hol alakul ki ez a góc, de a családok ebben tudnak segíteni, hogyha érzik a változást, akkor esetleg tudnak jelezni. De a család, a gyermek az egy pszichoterápia, és a mamáknak, illetve a babáknak szintén egy példa. Egy idősebb SM beteggel találkoztam, és ki volt virulva, gyönyörű volt, energikus volt, és kérdeztem, hogy mi történt, hát olyan jól nézel ki, és mondta, hogy unokám született, szükség van rám a családba. Tehát egy plusz boldogság forrást okozhat a család, a gyerekek, és az, hogy egy teljes körű életet tudnak élni az SM betegek is. A Magyar Szklerózis Multiplexes Betegekért Alapítvány, az önök alapítványa hogyan segít azoknak, akik mondjuk szeretnének családot tervezni, vagy azoknak, akik ebben a betegségben szenvednek? Legfőbb feladatunk az információ. Tehát most, hogy itt vagyunk, ezeket a filmeket elkészítjük, hogy tényleg tudjanak a betegek, ne csak egymástól kapják meg az információkat. Itt nagyon sok szakember áll rendelkezésünkre, van információs vonalunk, szoktunk találkozókat, közösséget építünk, tehát mind arra azt tanácsolnám inkább a betegeknek, hogy vegyék fel a kapcsolatot úgy velünk, mint a betegtársakkal, de az információt nagyon jól szűrjék ki, és ami a nagyon fontos, hogy találjanak egy olyan társat maguk mellé, hiszen ez egy élethosszig tartó betegség, aki végig tudja őket kísérni egy jó orvos választásával, az egész betegutunkra nagyon jó hatással tudunk lenni. A betegséget mennyire aktivizálja, vagy mennyire rontja az állapotot, vagy a beteg állapotát a kornak az előre haladása, vagy az idő előre haladása? Tehát mondjuk idősebb korban ez tud fokozódni, ez a betegség? Hát sajnos igen, mint minden betegségnél, meg magánál az életnél is, tehát minél jobban benne vagyunk a korra, meg hát egyéb betegségek is társulhatnak mellé, tehát igen, de a beteg nagyon sokat tud tenni saját magáért. Azzal, hogyha sportol, hogyha egy olyan életmódot alakít ki magának, ahol hasznos szerepet tölt be a társadalomba, illetve aktívan vesz részt a család életében, illetve a munkahelyén, akkor ezek kitolhatók, ezek a határok. Azoknak a pároknak, akiknek mondjuk az a terve, hogy most családot alapítsanak, számukra reális lehet akár az is, hogy több gyermeket vállaljanak? Vagy igazából az egy gyermek kihordása is, hogy egy kockázat mondjuk az édesanyja számára, és hogy akkor nekik az a reális jövőkép, hogyha egy gyermek ben gondolkodnak, hogy erre van lehetőség. Én szerintem nem. Hál' Istennek a filmben is két babát láttunk, tehát ez már nagyon jó. Én szerintem nincs így meghatározva. Természetesen itt az édesanyja korát is figyelembe kell venni, mert mindent egyebet. Én azt mondom, hogy tervezni kell. Hogyha eleve úgy állok hozzá, hogy én 3 gyermeket szeretnék, akkor a terveket azt ennek megfelelően kell kialakítani. Az alapítványuk következő eseményével vagy programjával, amit szerveznek, vagy éppen ami önök előtt áll, hol lehet találkozni? Májusban lesz az országos SM nap, a világnap, ahol várjuk az SM betegeket, illetve interneten most mindig elérhetők vagyunk, hiszen a járvány az a mi találkozásainkat is megnehezítette, úgyhogy ezért is várjuk, hogy májusban személyes találkozónk is lássam.
És akkor még egyszer, tehát, aki szeretne önökkel kapcsolatba lépni, az pedig a honlapon akkor minden információt, elérhetőséget meg is talál. Szabó Anitának köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen.